Kedves megjelentek, sajtómunkatársai, sok szeretettel köszöntöm Önöket Pusztaútlakán. 307 ember ezt a levelet jutott el hozzám, és kérik tőlem, hogy a startmunkaprogramot ezután is változatlanul tartsuk fent, és a következőt üzenik a képviselő asszonynak, illetve a politikusoknak. Megkérjük az MSZP-hez közeli baloldali médiát, és a vidékiek keserű életéről semmit sem tudó LMP-s politikusokat, hogy hagyják békén a munkahelyünket, és az egyetlen megélhetési forrásunkat, a pusztaútlakai önkormányzatot. Mi jobb és baloldali, valamint független emberek kérjük, hogy ha munkát nem tudtak és nem tudnak küldeni, akkor a fővárosi politikát se hozzák le hozzánk Délbékésbe. Mert amit az elmúlt héten csináltak, az nem a mi érdekünk, hanem az önöké. Azt nem tudom elképzelni, hogy egy politikus, aki a parlamentben ül időről időre, összekeveri a közmunkát a startmunkával. Ez kettő teljesen elkülönítendő terület. A kettőnek abszolút semmi köze egymáshoz. Ez nem közmunka, ez startmunkaprogram. A programnak a lényege a következő. A programban nem munkahelyet teremtünk, hanem értékteremtő munkához biztosítunk megfelelő létszámot. Ami azt jelenti, és ehhez egyébként eszközöket és még képzést is biztosít ez a program, ez azt jelenti, hogy ha a 10 birkához, ami innen nem messze látszik, egy ember gondozó szükséges, akkor nem vehetünk föl hozzá még 4-5 ember pluszba, hogy nézze, hogy az egy ember gondozza. Viszont annak az egy embernek dolgoznia kell. És azok, akik nem akarnak dolgozni, csak szeretnék nézni, hogy az egy ember dolgozik, azoknak ez a program nem tetszik. Azok ebből a programból már az első két nap után kiszálltak, viszont nagyon sokan vannak, 325-en, akik azt mondják, hogy igenis akarunk dolgozni, megcsináljuk, mert ebből lesz nekünk pénzünk. Ezek a programok szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Mezőgazdasági útkarbantartás, közút karbantartás és mezőgazdasági termelés. Mind a háromnak értéket kell teremteni, nem elég ott lenni, és aláírni a jelenléti évet, mind a háromnak értéket kell teremteni. Ezt a programot összhangba próbáljuk megvalósítani a kormányzati szándékkal. A kormányzati szándék nem más, deklaráltan kimondva a munkahogyi központok által, hogy 2 éven belül a programnak önfenntartóvá kell válnia. Ez azt jelenti, hogy amit bérre járulékra kifizetünk, azt az embereknek saját maguknak ki kell termelni. Ezt mi a szociális szövetkezeteken keresztül kívánjuk megalakítani, amivel nagyon szoros együttműködésben dolgozunk tavaly év vége óta. Ez is a kormány által deklaráltan ki van jelentve, a szociális szövetkezetek, ami az emberek, akik dolgoznak benne, az övéké lesz eszközzel, kecskével, munkabérrel, járulékkal, mindennel együtt, és nekik ki kell termelni ezt a munkát. Szakmai alapon nagyon nehezen lehet támadni. Hát persze lehet támadni pottyantós vicce és egyéb híresztelésekkel és rémhírekkel, de igazából az a legnagyobb támadási felület, hogyha ennek a programnak a motorját ki tudják emelni, elhúzzák az emberektől, akkor talán véget ér a program, és akkor tovább maradhat a szegénység, a kézbeültetés, és tovább maradhat a felháborodás. Ennek a programnak a motorja jelen pillanatban én vagyok, és megtámadtak azzal, hogy nagyon ügyesen fogalmaz a baloldali média, azt mondja, hogy Simonkához köthető területeken dolgoznak az emberek. Ez igaz. Simonkához köthető, és nagyon büszkén vállalom azt, hogy Pusztaútlaka fejlődésért közhasznú alapítványt, az ortlakai közösségű célú KFT-t és a szociális szövetkezet is mi, a képviselő társaimmal együtt az előző ciklusba, és ebbe a ciklusba is önkormányzati képviselőként és polgármesterként alakítottuk ki, és így alakítottuk meg ezeket a helyeket. Tehát közvetett módon én hozzám, sőt közvetlen módon is én hozzám köthető, de nem mint magánemberhez, hanem mint polgármesterhez. Ezt nagyon jól kijátszák és csúsztatnak, és egy nagyon csúnya dolgot ráhúznak erre még, hogy az emberek ezt a programot nem akarják, kvázi rabszolgatartás folyik az emberek akaratával szemben. Ha a képviselő asszonya itt járt, akkor nem először járt volna falun, vagy megkérdezett volna olyan embert, aki már mezőgazdasághoz egy picit is ért, az elmondhatta volna neki, hogy a földre kimenő emberek, azok nem várják el, hogy legyen kint angol vécé. És azt is elmondhatták volna neki azok az emberek, akik már jártak vidéken, hogy a földre kimenő ember azt tudja, hogy visz magával vizet. Bár vidékiek vagyunk, és falusiak vagyunk, és ritkán megyünk fővárosba, de azért ne nézzenek minket annyira kiskorúnak, hogy a vidéki jó értelembe vett paraszt ember megissza a vegyszeres vizet. Ráadásul folyamatosan. Ez szerintem még budapesti fejjel is túlzásnak számít. Az, hogy az én tulajdonomban lévő földeken dolgoznak-e az emberek vagy sem, ezt
folyamatosan forszírozzák, pedig hát nagyon egyszerű, fölnéznek a tulajdoni lapokra és látják, hogy ki itt. Azt mondják, hogy az én földemen, az én fóliámon dolgoznak. Ezekből a szerződésekből egyértelműen kiderül, hogy nem az én földemen dolgoznak ezek az emberek, és most is ki tudom jelenteni, semmilyen szinten nem dolgoznak az én földemen az emberek, hanem a pusztaudlak a önkormányzat által létrehozott szervezeteknek a használatában lévő földterületeken dolgoznak. Nagyon szépen köszönöm azt, hogy az emberek, akik a programban dolgoznak, megerősítettek abban minket, a képviselőtestületeket, hogy jó úton haladunk, és hogy nem hagyják el a jó utat. Véleményünk szerint, amit mi tenni akarunk és teszünk, az emberek érdekét szolgálja hosszú távon. Fokozott erővel fogunk dolgozni azon, hogy ez a program fennmaradjon, hogy ebbe a programban minél többen tudjanak részt venni, és hogy ez a program úgy ki tudja pörögni magát, hogy 2013-14-ben önfenntartóvá váljon, és akkor ne a 47 ezer, vagy 56 ezer, vagy 62 ezer forintért kelljen dolgozni, hanem azt a pénzt tudja hazavinni mindenki, amit megtermel. Nem Simonka Györgynek adtam ki a földet, hanem a falunak. Itt nevelkedtem, itt rúgtam a port, nagyon sokan bodzás, medgyesiek, kígyósiak kérték tőlem a földet, nem adtam, és én itt nevelkedtem, és azért támogatom ezeket az embereket.